A nyári időszámítás bevezetését az amerikai Benjamin Franklin vetette fel 1784-ben, de csak 1916-ban vezették be először Amerikában. Ez a rendszer Magyarországon is működött 1916-tól egészen 1957-ig. A nyári időszámítás nálunk 1980-ban vezették be újra a villamos energia megtakarítása céljából. Az óraátállítás a nemzetközi és belföldi tömegközlekedést is érinti. A nyári-téli időszámítás és az energiatakarékosság közötti összefüggést az utóbbi időben egyre többen vitatják, ugyanis a reggeli sötétség miatt ugyanúgy fel kell kapcsolnunk a lámpát, mint este. Ellenérvként felhozható az is, hogy az átállítás hatással van az emberek közérzetére. A statisztikák szerint az óra átállítás követő napokban megnő a közlekedési balesetek száma. Azért legtöbbet még sötét van reggel is, meg este is, úgyhogy hát is, hogy mondjam. Lehet, hogy van benned energiatakarékosság is, de hát... Azt hiszem, hogy semmi értelme nincs, mert a villanyt kell kapcsolni, akkor villanyt kell kapcsolni úgy reggel, mint este. Tehát nem igazán sok értelme van. A bioritmusát sokkal jobban megzavarja az embernek, mint hinnénk. Hát a népgazdasági kutatások azt mutatják, hogy igen, magánemberként én ezt annyira nem tudom kimutatni. Hát hivatalosan azért, hogy spóroljunk, de szerintem nem. Hinném, hogy túl sokat spórolnánk vele. A téli időszámítás vasárnap hajnalban kezdődik, ami azt jelenti, hogy hajnal 3-kor kell visszaállítanunk az óránkat 2 órára. A legközelebbi óraátállítás 2018. március 25-én lesz. Akkor pedig 1 órával előrébb állítjuk majd az órákat.